Diósgyőrben az őszi 5. hely utáni idei futballgyengélkedés a népszerű Bencés Miklós vezetőedző állásába került. Az ifjú mesterért szót emelt a miskolci polgármester is, ám a klubvezetés nemzetközi szereplésről álmodik, és ehhez külföldi trénert keres a kispadra, addig viszont Szentes Lázár rutinos szakmai igazgató vette át az irányítást. Nézzük a vasgyári kapricsot, ami már régóta legfeljebb gólgyári. Nagy a csend a Diósgyőri stadionban, de ez már nem a vihar előtti, hanem inkább a vihar utáni csend, bár Bencés Miklós távozása békésre sikerült a klubnál. Az okokról igazából nem szeretnék semmit mondani, mert most gyakorlatilag úgymond kívülálló vagyok, viszont ahogy ezt korábban is megfogalmaztam, számomra ez a klub ez egy család, és ha családról mondunk valamit, azt inkább belül tegyük, ne felé, kifelé. Úgyhogy én most is tartom ehhez magam, és azt gondolom, hogy nem is lenne jó visszafelé mutogatnom. A váltás az nem feltétlenül kell viharos legyen, tehát én azt gondolom, úri ember módjára kell, hogy elváljanak egymástól. Azért hadd jegyezzem meg, hogy nagyon sokat köszönhet a klub Mikinek, viszont azt is el kell mondani, hogy ő is sokat köszönhet a DVTK-nak. Én azt gondolom, hogy az edző és a játékosok között valami elromlott, valami megszakadt, amit már nem úgy éreztünk, hogy már nem lehet változtatni, ezért kellett váltanunk. Az eddig szakmai igazgatóként dolgozó Szentes Lázár átmenetileg edzőként vezeti a csapatot. A tréning alatt is a legnagyobb klubok szemlélete köszön vissza nála. Stábunknak is mindössze 5 perce volt forgatni az edzés legelejéből. Egy vezetőedző az vezető nevében is bent van. Legfontosabb feladata az, hogy impulzív legyen. Tehát abban a pillanatban, hogy megkap valamilyen munkát, abban a pillanatban, hogy én megkaptam a munkámat, abban a pillanatban, az első pillanattól, perctől kezdve át kell formálnom a csapatot a saját képemre. Mert hogyha nem ezt teszem, akkor nem is tudom, akkor az nem vezető, az nem edző. 1 percünk maradt, jelezte a tréner, aki az új külföldi vezetőedző kutatásában is segítkezik majd. Minden erőmmel azon vagyok, hogy megtaláljuk minél előbb. Nem hiányzik ez, hogy most fél évente, vagy 2-3 meccs után, vagy akár 3-4 év után azon gondolkodjunk, hogy hú, ez megint nem működik, meg hú, most megint keresni, nem. Meg szeretnénk találni minél előbb egy olyan megoldást, ami hosszú távon megfelel a céljainknak. Úgy beszéltük meg a Szentes Lázárral, hogy mi az ő munkájára szakmai igazgatóként számítunk, és az edző az pedig, ahogy említettük is, külföldről érkezhet. A nyugati klubok tapasztalatát többek között a Real Madridot megjárt Fernández is magával hozta. 13 évet játszottam a Primera Divisionban, aztán változásra vágytam, és jött ez a lehetőség, ami nagy váltás volt ugyan, de úgy érzem, jól döntöttem, hogy ide igazoltam. A célok is a nagy klubokat idézik Diósgyőrben. Az eddig gyengébb tavasz ellenére nemzetközi porondra vágyik az előző szezonban még másodosztályban játszó csapat. Evés közben jön meg az étvágy, mi is úgy gondoljuk, hogy most egy olyan lehetőség kapujában állunk, ami nem történt, azt hiszem több mint 30 éve nem volt ilyen Diósgyőrött. Ráadásul úgy tűnik, hogy szerencsések is vagyunk, hiszen még az 5. hely is Európa Ligát jelenthet, ha minden úgy történik, ahogy mi szeretnénk, és ebben az esetben pedig meg szeretnénk ragadni az alkalmat, és szeretnénk kihasználni ezt a lehetőséget.